Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a második panel beszélgetésünknek a résztvevőit. Látom a résztvevők között a listában a neveket, a megjelenteket. És akkor egy kicsit még egyszer felvezetném és átvezetném a két területet, amiről ma beszéltünk és beszélni fogunk. Ugye Pintér Éva vagyok, és a Corvinus Egyetem oktatójaként, fintech menedzser szakfelelőseként és a Corvinus Fintech Center stratégiai vezetőjeként köszöntöm egyrészt a hallgatóságot és a beszélgető partnereimet, illetve hát az MKT-nek a Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztály alapítójaként és elnökeként is. És ugye az előző egy órában beszélgettünk Vajda Viktor kollégámmal az európai szabályozásra a kriptoeszközöknek, és egy nagyon érdekes mondattal vezetném én át ezt a területet a következő témakörünkre, ugye, hogy a kriptoeszközök létével tulajdonképpen hozzá tudunk férni a pénzügyi csatornákhoz, a fizetési eszközeinkhez a pandémia alatt is. Tehát egy kicsit futurisztikusnak ítéltem meg ugye az első témakört a másodikhoz képest, de mégis rengeteg köze van a kettőnek egymáshoz. És én létrehoztam egyébként egy kutatócsoportot, és a fiataloknak az elkereskedelemben való részvételével foglalkozunk, és most már több ezer válaszadás is összegyűlt, és nagyon érdekes eredmények születtek. Ugye azt látjuk már most, hogy a fiataloknál a pénzügyi tudás és a digitális attitűd nem arányosan fejlődik. Viszont nem okoz számukra gondot az, hogy bármilyen online platformon és elektronikus fizetésben részt vegyenek. Mindegyiküknek van természetesen hazai banknál már szerződése, van bankkártyája, viszont minden negyediküknek például van úgynevezett neobanki kártyája, és ezeket nemzetközi fizetési forgalom bonyolítására használja, illetve olyan szolgáltatásokra, amelyet hagyományos pénzügyi szolgáltatóknál nem érnek el. És egy másik kérdésre adott válaszuk is nagyon érdekes, hogy ők nagyon szívesen letöltenének újabb banki alkalmazásokat, olyan segítő, támogató applikációkat, amely a pénzforgalmuknak a bonyolítását is megkönnyíti. Tehát a fiatal korosztályban semmiféle negatív és ellenálló érzet nincsen az elektronikus fizetési lehetőségek és a platformokkal szemben. Tehát őket tudjuk tanítani, és tudjuk irányítani, támogatni és fogni a kezüket abban, hogy minél szélesebb körben tudjon terjedni. Az idősebb korosztálynál persze más a helyzet, illetve amikor egy kötelező elvárás van arra vonatkozóan, hogy használni kell, ugye akinek van online pénztárgépe, hogy kötelezően használatba kell venni ugye az elektronikus platformokat. És a második panel beszélgetésünknek ugye a témája az elektronikus fizetés, az elektronikus fizetési eszközöknek magyarországi helyzetéről szól, illetve a szabályozási kérdésekről, és hogy a koronavírus járvány ezen a területen milyen hatásokkal illetve milyen hatásokkal van ezekre a fizetési és elkereskedelmi szolgáltatásokra. És szeretném bemutatni elsőként a panel beszélgetésünknek a résztvevőit. Elsőként a hölgyel hadd kezdjem, Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese és a banküzemért és az elektronikus csatornákért felelős igazgatója. Másodikként Barta Lajost köszönteném, ügyvezető igazgatóját, Csányi Pétert, a Magyar Bankszövetség digitalizációs Őjüs Endrét, a Mastercard Europe igazgatóját, Selmeci Kovács Roltot, a Zsíró ZRT vezérigazgatóját, és egyben az MKT elnökségi tagját, Pál Zsolt kollégámat, aki egyrészt ugye Miskolci Egyetem oktatójaként és a Fintelligence pénzügyi kultúra központ igazgatójaként van jelen. Vajda Viktort, előző panelbeszélgetésünkből a kollégát, aki ugye európai üzleti szakjogász, ügyvéd, az ITM blockchain munkacsoportjának a tagja, illetve a Corvinus Egyetem és a Budapest Institute of Banking meghívott oktatója is. És én pedig már bemutatkoztam, ugye Pintér Éva vagyok, az MKT Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztályának az alapítója és az elnöke, és a Corvinus Fintech Centernek a stratégiai igazgatója.
Úgyhogy ezennel akkor én meg is nyitom ezt a másik panelbeszélgetésünket, és hát átvezetve már bizonyos szinten állást foglaltam, hogy mennyire fontos és mennyire kritikus lehet most a helyzet a pandémia alatt, ugye a koronavírus járvány alatt, és azt tapasztaljuk a pénzügyi szolgáltatók oldaláról is, hogy a készpénz elleni küzdelem, ha ez egy küzdelemnek mondható, ugye jelentős következményekkel volt, a koronavírus még inkább felerősítette ugye a pénzforgalomban lévő változásokat, és ahol a vírus helyzet tulajdonképpen előre lendítette ezt a digitalizációt, ott vajon ez a digitális előretörés, tehát itt főként a pénzforgalomra gondolok, tartható ez a szint, tehát számíthatunk-e változásra, akár pozitív, akár negatív irányba, tehát hogyan állunk itt a készpénz elleni küzdelemmel, ez is kérdésként felmerül, és én azt fogom kérni a résztvevőinktől, hogy próbáltam váltva egy kicsit vegyesen megszólítani a résztvevőket, hogy mindenkinek legyen terepe hozzászólásra, és most itt elsőként úgy érzem, hogy Varta Lajost szeretném megszólítani, ugye az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős igazgatóját, hogy elsőként válaszoljon nekünk, vagy véleményét ossza meg velünk ebben a kérdésben. Hát azt lehet mondani, hogy a járványhelyzet az káros és jó következményekkel is járt, ezt látjuk legalábbis a statisztikákból. Nyilvánvalóan az gazdaság egészére káros hatással jár, a gazdaság pedig leképeződik a pénzforgalomban, leginkább tranzakció számokban és tranzakciós értékekben. És ugye ez a kettő, mind a kettő a járvány első szakaszában látványosan csökkent, tehát jóval kevesebb pénzügyi tranzakció zajlott. Ez egyébként érintette a készpénzes és az elektronikus fizetéseket egyaránt. Ezt követően az első sokk után pedig aztán azt láttuk, hogy nagyon sok szereplő elkezdett alkalmazkodni, az alkalmazkodás pedig leginkább azt jelentette, hogy elindultak az elektronikus megoldások irányába, különösen azok a szereplők, akiknél most is, meg az első körben is jelentős korlátozások léptek életbe, ugye tipikusan a vendéglátóhelyiségek, boltok, ahova vagy nem lehetett menni, vagy csak korlátozottan lehetett menni, és az emberek rájöttek arra, hogy az e-kereskedelemben rejlenek lehetőségek. A vendéglátósok rájöttek arra, hogy a kiszállításban rejlenek lehetőségek. A logisztikai cégek rájöttek arra, hogy még többet lehet szállítani ebben az időszakban. Tehát itt látványosan megugrott az elektronikus fizetéseknek a lehetősége. Majd azt láttuk a nyár folyamán, hogy gyakorlatilag nyár közepére visszatért minden a normális kerékvágásba, tehát ugyanolyan adatokat láttunk, mint az azt megelőző évben, és most éppen megint várjuk, hogy mik a legfrissebb fejlemények a járványnak a második időszakában. Most ugye nem olyan régen kerültek a szigorítások bevezetésre, hát várhatóan megint az fog történni, amit tapasztaltunk március-áprilisban. Annyival lesz talán más a hatás, hogy már felkészültünk az első hullámnak a tapasztalatai alapján, és ezért várhatóan kisebb visszaeséseket fogunk látni, mint ahogy azt akkor láttuk. Tehát vegyes a kép, én azt gondolom, hogy ez az év ez mindenképp ebből a szempontból a pénzforgalomban egy különleges évnek fog számítani. Köszönöm. Csányi Pétert is megszólítanám, hogy ő hogyan látja ezt a digitalizációs munkacsoport vezetőjeként? Köszöntök mindenkit, és köszönöm a kérdést. Hát általánosságban elmondható szerint az, hogy óriási változásokat hozott az ügyfél kapcsolattartásban és a pénzforgalomban is a járvány. Több kutatás is különben rámutatott arra, többek között Deloitte, meg McKinsey kutatások is, hogy a koronavírus járvány, hát óvatos becslések alapján is legalább egy vagy két évvel gyorsították fel a digitalizációt a bankszektorba. Alapvetően ugye nehéz a digitális kiszolgálásra szektorszintű, jó szektorszintű adatokat hagyatkozni,
de talán a saját adatainkból, OTP oldalról tudok mondani egy párat, amit azt gondoljuk, hogy azért kellően reprezentatív így a magyar lakossági bankolt ügyfelekre. Ebből azt látjuk, hogy a digitális csatornáknak a használata az első hullámban egy olyan 10-15%-kal növekedett, itt konkrétan a bejelentkezések darabszámáról beszélünk, és a második hullámban még erre jött rá még egy 10-15%. És nagyjából ugyanezek az arányok mondhatóak el az aktív tranzakciót végzők számában is. Az elmúlt időszakban azt is el lehet mondani szerintem, hogy nagyon sokan, a mi esetünkben több százezren próbálták ki először valamelyik digitális csatornánkat, és itt külön kiemelném azt, hogy az is egy érdekes tendencia, hogy az idősebb korosztálynál gyorsabban nő az aktív tranzakciók száma, mint különben a fiatalabb korosztály esetében. Tehát a 65 éven felüli korosztályban 6%-kal nőtt az aktív tranzakciókat végzők aránya, 65 év alatt csak 2%-kal nőtt. Tehát ez is jelzi azt, én azt gondolom, hogy egy ilyen áttörés talán járvány nélkül nem tudtunk volna elérni. Hát bizonyos fizetési műveletek, mint például a sárga csekkel kifizetése QR kóddal, az meg ötszöröződött egy januári érték óta. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem csak nálunk, hanem szektor szinten természetesen ezeket az aktivitási arányokat fent tudjuk tartani a jövőben is. Én azt gondolom, hogy ez egy közös érdeke a bankszektornak is, a szabályozóknak is, hogy a rutin tranzakciókat ne egy drágább, nagyobb létszámú, meg költségesebb csatornán végeztessük az ügyfelekkel, hanem minél inkább digitálisan. Én azt is gondolom, hogy különben a szektor nem vett vissza a fejlesztéseiből, számos új megoldást láttunk a piacra jönni különböző szereplőktől, úgyhogy azt gondolom, hogy a bankok inkább nem, hogy visszavágtak volna a költségvetéseikből ezen a téren, hanem rájöttek, hogy mi minél fontosabb ezt felgyorsítani. Készpénz tekintetében csak egy pár gondolatot, tehát meg tudom erősíteni Lajost abban, hogy növekedtek az elektronikus tranzakcióknak a száma. Ugye már régóta próbáljuk meggyőzni az ügyfeleket, hogy a saját érdekükben is minél többet használják a kártyával fizetés. Nagyon nehéz különben, ugye általánosságban, mivel egybeesett a kettőnek az indulása, messze nagyon konkrét statisztikákat levonni, de hát azért azt látjuk, hogy a készpénz vagy az érintéses tranzakciók aránya az jelentősen megnőtt, és hát az emberek ritkábban talán, de egy nagyobb tranzakciós átlagértékkel tranzaktálnak összességében, mind az első hullámban, mind pedig a második hullámban. Úgyhogy mi is törekszünk arra, hogy az elektronikus fizetéseknek az aránya az nőjön tovább. Köszönöm. És ha már ugye említésre kerültek itt a bankkártyás fizetések, akkor itt a kártyaforgalomban, tranzakciókban mi csapódott le, kérdezem Őjüs Endrét. Endre, nem hallunk. Nem hallunk. Még nem, mindig nem. Mikrofon bekapcsolni esetleg. Igen, a mikrofonodat be kellene kapcsolni, mert nem hallunk. Vagy nem jó a csatlakozás.
Látom, hogy be van kapcsolva a mikrofon, és mégsem lehet téged hallani. Jó, akkor most továbbadjuk a szót, és akkor Sütő Ágnes szeretném megkérdezni ugyanebben a kérdéskörben még, és addig megpróbáljuk megoldani a problémát Endrénél. Köszönöm a szót, üdvözlöm a résztvevőket. Hát igazából mi azt látjuk a bankszektor részéről, hogy soha nem volt ennyire ösztönző, talán kényszerűen ösztönző a digitális váltás, mint ami most zajlik. Gyakorlatilag egyrészt ez természetesen a pandémiás helyzet miatt, amikor egy postai sorbanállás a sárga csekk befizetésével nem biztos, hogy annyira megfelelő megoldása a pénzforgalmi módozatoknak, és különösen mondjuk a veszélyeztetettebb nyugdíjas korosztály körében. De ugyanígy fontos megemlíteni ebben a jelenlegi helyzetben azt is, hogy ez majd egy következő kérdés lesz, csak egy picit átvezetnék rá, az azonnali fizetési rendszer egy alapot is teremtett arra, hogy a digitális tranzakciók egy kicsit máshogy gyorsabban más környezetben történhessenek meg, és természetesen sok összetevője van ennek az egész folyamatnak. Most értünk el odáig, hogy a bankkártya használatban az NFC technológia, az érintéses technológia, ugye, amely Magyarországon mostanra már ott tart, hogy mind az eszközök a kártya elfogadását biztosító POS készülékek nagy arányban alkalmasak, 3/4-ében alkalmasak arra, hogy fogadják ugye az NFC-s tranzakciókat, mint pedig maguk a kibocsátott kártyák is roppant nagy arányban tudják ezt a technológiát. Tehát egyszerűen azok a kezdeti, akár az ügyfelek oldaláról tapasztalt félelmek, hogy ezzel az NFC-s kártyával, ha érintek, akkor nem lehet-e az adataimat megszerezni, vagy hogy fog történni ez a tranzakció biztonságosan. Mostanra elcsitultak, és abba az érettségi fázisba érkeztünk el, amikor ezeket az eszközöket, akik használják, ők már nagyon magabiztosan teszik ezt. A legkisebb összegű fizetésekre is azt látjuk, tapasztaljuk, hogy néhány száz forintnál is ugye az érintéses technológiát alkalmazzák. És emellett ugye eljutottunk oda is, hogy azok, akik idáig kivártak, és noha ott csücsült már esetleg a bankkártya a tárcájukba, de alapvetően inkább a készpénzes fizetést választották, most kipróbálták, és a kedvező tapasztalatok, amit Péter is említett, hogy milyen nagy arányban kezdték első használóként az ügyfelek bevonni ezeket az eszközöket. A statisztika második fele az, hogy úgy tűnik, hogy meg is maradnak a használók között, tehát azt látjuk, hogy akik elkezdték tavasszal a pandémiás időszakban használni ezeket az eszközöket, 70-75%-ban aktív használók is maradnak. Úgyhogy ez egy nagyon biztató szám, hiszen ha összességében azt vesszük, hogy az attitűdváltás, tehát egy megszokott viselkedésnek az átalakítása valami újra, az mindig egy jelentős lépést kíván, és általában nagyon hosszú időszak szokott kelleni ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy valaki egy jó bevált szokását lecserélje. Az most bizony ebben a környezetben hirtelen, kicsit kényszerűen változott, de azt tapasztaljuk, hogy aki megmerte ezt lépni, tulajdonképpen valószínűleg elégedett lehet. Igen, és ugye valószínűleg két vagy több oldalról is lehet látni, és lecsapódik például a Zsírónál is mindez a folyamat, ezért Selmeci Kovács Zsoltot is szeretném megkérni, hogy mondja el véleményét. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Mi is hasonlóan látjuk, mint az előttem szólunk, ugye akkor tudnánk egy teljesen tiszta adatot és információt adni, ha nem lenne ez a pandémiás helyzet, hogy a azonnali fizetésnek a magyar pénzforgalomra milyen hatása van. De így is azt látjuk, hogy ahogy a Barta Lajos úr is említette, egy csökkenő tranzakciószám után azért nyáron visszatalált a átutalások száma és a korábbi évekre, és most ősszel ugyan csökkenő trendeket látunk, de bízunk benne, hogy sokkal kevésbé lesz mínusz. Egyébként itt is megfigyelhető, hogy például voltak bizonyos típusú átutalási tranzakciók, amik radikálisan csökkentek, például ilyen volt mondjuk a csoportos beszedés, de ott például látjuk azt, hogy mondjuk egy ilyen hitelmoratórium például az egy nagy hatásra lehetett például ezekre a tranzakciókra. Emellett, ami fontos, hogy ahogy Csányi Péter úr említette, nagyjából egyszer indult az azonnal, illetve a pandémia helyzet első hulláma,
És hogy ehhez szerintem itt egy nagy segítséget nyújtott az azonnali fizetési rendszer, illetve az arra épülő az egyéb szolgáltatások. Egyébként indulás óta nagyjából 90 millió tranzakció ment át az azonnali fizetési rendszeren, és értékben ez ilyen 13 ezer milliárd forint volt. Tehát, hogy rendkívül, ugye egy hatalmas változás volt, hiszen minden 10 millió forint alatt egyedi tranzakció ebben a rendszerben kell, hogy kerüljön. Viszont ugye ez egy lehetőséget is teremtett arra, hogy hétköznapi, mindennapi fizetési helyzetben tudják ezt használni, és bízunk benne, hogy tényleg használják is. Ugye ide több piaci fejlesztés van, ami az azonnali fizetésre épül, aminek mi nagyon-nagyon örülünk. Bízunk benne, hogy ez a pandémiás helyzet ez még jobban segíti ezeknek az elterjedését. De ugye, hogy kiemeljek kettőt, hogy ez a fizetési kérelem, most már számos kereskedelmi banknál lehetőség van arra, hogy akár fizetési kérelmet küldjünk, és akkor ez egy elterjedt fizetési móddá válhat. Illetve most december 1-én mi is elindítottuk a úgynevezett Girofix szolgáltatásunkat, amilyen nagy tömegű fizetési kérelmeknek a feldolgozására képes. Például egy közműszolgáltató már tudja ezen keresztül küldeni, és ez mennyivel biztonságosabb, mint ahogy az Ágnes is említette, mint a postán sorba állni csekkekkel. Ugye emellett azért olyan innovációk is megjelentek, mint például a másodlagos azonosítóra való utalás. Itt is érdekes, hogy viszonylag rövid idő alatt már 85 ezeren kötötték hozzá a másodlagos azonosítójukat a számlaszámukhoz, és azt látjuk, hogy ez a fizetési forma, hogy például egy telefonszámra, egy e-mail számra való utalás is terjedőben van. Ugye ez is nagy mértékben segíti azt, hogy a pénzforgalmi folyamatok digitalizálódjanak. Köszönöm szépen. És akkor megpróbálom még egyszer beinvitálni közénk Ős Endrét, hát ha azóta sikerült a kapcsolatot létrehozni hangban is. Egyelőre nem hallunk. Nem, sajnos nem. Itt a chatben közben próbálunk kommunikálni, de nem hallunk. Fogunk próbálkozni, viszont akkor én még megkérdezem, hogy Vajda Viktor kollégám esetleg ehhez a kérdéshez hozzáfűzne valamit még? Köszönöm szépen a szót, Éva. Érdeklődéssel és egyetértve hallgatva a tisztelt kollégák hozzászólásait, megismételni semmit nem kívánok, csak még egy plusz jelenségre hívnám fel a figyelmet a COVID-19 és az elektronikus kereskedelem vonatkozásában. Nekem ez gyakorlati tapasztalatom is, és ügyfél visszajelzés is egyben, hogy egyre több és több fogyasztó ébred rá arra a lehetőségre, hogy az árut adott esetben megtekinti a magában a kirendeltségben, a boltban, az üzletben, és utána az online vásárlást eszközli a 14 napos elállási jog lehetőségére is figyelemmel. Ez pedig ugye szükségképpen a készpénz helyett egy elektronikus fizetést von maga után, amely azt gondolom, hogy egyrészt egy jó fogyasztói tudatosságot tükröző tendencia, és amíg azt nem visszaélésszerűen gyakorolják, például rendelek saját magamnak sok terméket, de még a kiszállítást sem megvárva élek az elállási jogommal, ez nem lenne egy rendeltetésszerű joggyakorlás, de önmagában azt gondolom, hogy ez a fogyasztói tudatosság egy jó irány, mert értő, olvasó emberek nyitottak arra, hogy akár az online környezetben is vásárlásokat eszközöljenek. Ez szerintem egy üdvös irány. Természetesen azt a free riding versenyjogi problémát hordozza, hogy mindazok a nagy üzletek, akik sok pénzért állítják föl a maguk környezetét, utána bemutatják a fogyasztónak a terméket. Ugyanazt a terméket meg tudom venni egy olyan online áruházba, aki mindezeket a költségeket nem investálta bele az üzlet kialakításába. Ez persze vet fel kérdést, de az, hogy a fogyasztó már mer vásárolni online egyre többet, az egy kifejezetten üdvözlendő tendencia, azt gondolom. Köszönöm szépen. Ugye a fizetés, az online fizetési módszerek mellett
Csányi Péter felvetette és előrevetítette azt is, hogy itt az azonnali fizetési rendszernek a bevezetése az éppen egybeesett ugye a COVID-járvány magyarországi megjelenésével. Az is felmerül kérdésként sokakban, és én is ezt szeretném megkérdezni most, hogy vajon ez az online, az azonnali fizetési rendszer ez beváltotta, vagy valóra váltotta a várakozásokat? Tehát a piaci szereplőknél az átutalások száma tényleg megnövekedett, a készpénz használat visszaszorult-e jelentősen, ugye erre már hallottunk is véleményeket, vagy látható, látványos, vagy érzékelhető a gazdasági élénkülés. És ugye így nagyjából 9 hónappal a járványnak a megjelenése, illetve az azonnali fizetési rendszernek a beindulása után milyen tendenciák látszanak jelenleg? Itt elsőként talán legnagyobb érintettségében és több oldalról is látja ezt a helyzetet Selmeci Kovács Zsolt, Zsíró vezérigazgatóját kérdezném. Az azonnali fizetési rendszer egy pénzügyi alapinfrastruktúra. Ahhoz, hogy erre épülve jelentős számú tranzakció kerüljön át erre a platformra, ja, a készpénzes még mindig hatalmas arányból, ahhoz erre az alapinfrastruktúrára ráépülő szolgáltatásoknak kell megjelennie. Ugye ilyen szolgáltatások már kezdenek megjelenni, ugye valamelyik már kicsirázott, valamelyik még gondolatformájában van, de azt látom, hogy azok a megoldások, amik erre épülnek, azok nagymértékben fogják tudni segíteni, és abszolút versenyképesek lesznek minden meglévő mostani megoldás mellett is ezen a piacon. Szóval ugye ez egy hosszú távú folyamat, ilyen időtávon egy 9 hónap alatt, főleg azt, hogy egyébként egy pandémiás helyzetben ezt nagyon nehéz értékelni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó tártalaj. Vannak már olyan megoldások, amik erre épülnek és segítenek. Van egy nagyon sok olyan lehetőség, amikor ennek az előnyeit ki tudjuk használni. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál, egy autóvásárlásnál, mert ez egy valós alternatívát jelent. De amíg a mindennapi életben elterjedt megoldások nem lesznek jelen minden, akár fizikai, akár online térben, addig nehéz erről beszélni. Az elkövetkezendő időszak szerintem 1-2 év erről fog szólni, és ha csak a kártyát, adatokat nézzük, az látszik azt, hogy amikor elindult Magyarországon a bankkártyás fizetés lehetőség, akkor annak is van egy ilyen időszak, amikor úgynevezett ilyen felfutási periódus, és utána nagyon dinamikus módon elkezdett növekedni a bankkártyás tranzakcióknak a száma. Én azt gondolom, hogy ez ugyanígy lesz az azonnalinál is. Talán a növekedés ütemén bízom benne, hogy az gyorsabb lesz. Tehát, hogy most az alapinfrastruktúra megvan, látjuk, hogy nagyon jól működik. Látjuk azt, hogy a jogszabályban meghatározott 5 másodperces határidő helyett a tranzakcióknak 96% az 2 másodperc alatt végbe megy, tehát egy olyan infrastruktúra került kialakítása mind a központi, mind a banki oldalakon, ami maximálisan támogatja a ráépülő szolgáltatásokat. Tehát az elkövetkezendő időszak fogja eldönteni azt, hogy az erre épülő szolgáltatások mennyi lehetőséget nyújtanak. Illetve amiről még nagyon sokszor beszéltünk, ugye ezért a szabályozási környezetben is kell változás ahhoz, hogy az azonnal épülő fizetések elterjedhessenek. Igen, ugye itt az infrastruktúrális háttér megléte és a szolgáltatási kör szélesítés és ennek szabályozása okán mindenképpen szeretném Barta Lajos véleményét megkérdezni következőképpen. Hát én azt gondolom, hogy nekem teljesen beváltotta az eddigi várakozásaimat az azonnali fizetési rendszer. Ugye, ha néhány számot megnézünk, akkor azt látjuk, hogy jelenleg már az összes átutalás 45%-a az azonnali rendszerben megy. Ilyen gyorsan egyetlen egy országban sem történt meg az átváltás azok közül, ahol ma működnek azonnali fizetési rendszerek. Nyilvánvalóan az első lépésben azok a tranzakciók váltottak át, mondjuk a több órás elszámolásból azonnalira, amik eleve átutalások voltak, tehát eleve elektronikus tranzakciók voltak. De ez akkor is egy minimum elvárás volt, és ez teljesült, és ahogy majd a még maradék tranzakció típusok, mint például a kötegelt vállalati átutalások is jönnek át a rendszerbe, ez a 45% ez fog fölfelé menni. A másik, ami
nekem jól mutatja azt, hogy változnak az ügyfelek szokásai, hogy azt látjuk, hogy több mint a fizetések egyharmada nem a normál banki üzemidőben történik. Tehát az ügyfelek igenis este 8-kor, szombat délután, vasárnap este küldenek tranzakciókat az azonnali fizetési rendszerbe, és amíg régebben ezt beküldték mondjuk péntek este 8-kor, és az megérkezett hétfő reggel 8-kor, az most megérkezik péntek este 8-kor. Tehát ez egy jelentős változás, és ezt használják az ügyfelek. Azt is látjuk, és ez is egy jó dolog, hogy tényleg elkezdtek a szolgáltatók fejleszteni, hiszen ez kell ahhoz, hogy az alapra rájöhessenek az új tranzakciók. Tehát most már tényleg olyan tranzakciók jöjjenek, amik most készpénzesek. Látunk a vállalati körnek is, ugye most az új szabályozás kapcsán is, ami január 1-től hatályba lép, vannak olyan szolgáltatók, akik már adnak a vállalatoknak QR-kódos fizetési lehetőséget, ami az azonnalira épül. És látunk olyan bankokat, akik pedig a fogyasztóknak adnak olyan applikációkat, ami alkalmas mondjuk az ilyen fizetéseknek az indítására. Ami nagyon fontos, tegnap, vagy most a héten van Szingapúrban, ez a Singapore Fintech Fesztivál, ami hát ilyen különleges hibrid formában megy. Részt vettem egy panel beszélgetésben, ahol több nemzetközi szereplő volt, többek között a TransferWise alapítója is, és hát nagyon sok dicséretet kaptunk Magyarországon, hogy itt egy ilyen azonnali fizetési rendszer jött létre, ami kötelező, és ami lefette egyből az egész országot. És emiatt egyébként Magyarországon azt lehet elmondani, úgy fogalmazta meg az egyik szereplő, hogy tulajdonképpen a magyar azonnali fizetési rendszer az a digitális készpénz. Tehát korábban nem lehetett azt mondani, még ha szerettük volna, és én már elég régen foglalkozok elektronikus fizetésekkel, hogy bármilyen fizetési helyzetben lehetett elektronikusan fizetni. Hiába volt bankkártyás fizetés, szombaton egy több milliós autót mondjuk nem lehetett kifizetni bankkártyával, de átutalással sem mondjuk szombaton. Hát nagyon sok olyan korlát volt, most ez csak egy kiragadott példa, amikor valós fizetési helyzetekben nem volt valódi alternatívája a készpénznek. Az azonnali fizetéssel Magyarországon, azzal, hogy bármely bank, bármely ügyfele bármikor használhatja, és 10 millió forint az értékhatár, tehát nagyon magas az értékhatár, és nagyon gyors 5 másodperc a lebonyolítás, nincs olyan készpénzes fizetés, aminek ne lenne ez az alternatívája. És szerintem ez teremti meg azt a lehetőséget, hogyha előre nézünk, akkor biztos, hogy ez jelentősen hozzá fog ahhoz járulni, amit mi kitűztünk egy ilyen 10 éves célnak, hogy a jelenlegi 23%-os elektronikus fizetési arány az össztortából az felmenjen kb. 45-50%-ra, amivel elérjük az európai fejlett országnak az átlagát. Még egy számot mondanék egyébként, ami érdekes, visszatekintve egy kicsit az előző kérdésre, hogy 19 év végén úgy álltunk, hogy az összes online pénztárgépen lebonyolított fizetésnek a 19%-a volt elektronikus, és a 81%-a készpénz. Ez nagyon sokat változott az elmúlt 2,5 évben, most egyelőre az első 2,5 évnek vannak meg az adataink, 23%-ra ment fel 19%-ról. Tehát gyakorlatilag, és ez a növekedési ütem, ez duplája az előző években megfigyelt növekedési ütemnek. Tehát 1,5 év alatt duplát nőtt az elektronikus arány, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog, és ez nyilvánvalóan még nem csak az azonnalinak köszönhető, de akkor is jól mutatja azt, hogy ha az azonnali jól fog működni, és ha továbbra is a bankkártyás infrastruktúra jól fog működni, akkor jó esélyeink vannak arra, hogy ezt az 50%-ot ezt elérjük 2030-ra. Köszönöm szépen. Csányi Péter ezt banki oldalról hogy látja? Én is csak egyet érteni tudok az urakkal, tehát az mindenképpen szerintem az egész szektornak, meg a szabályozónak is egy büszkeséget adhat, hogy egy ilyen azonnali fizetés sikerült bevezetni, ami tényleg kötelező, és tényleg ilyen magas értékhatár, és ilyen gyors. Nemzetközi példákat nézve, talán sehol nem volt egy ilyen bevezetés, de utólag azt lehet mondani, hogy ez tényleg ad egy olyan alapot,
ami a bankkártya mellett az elektronikus fizetésbe egy jó biztos alternatívát tud adni, és különösen, ugye én elsősorban, amit nagyobb növekedést várok, az az online térben van. Az online térben lehet olyan ügyfél élményt biztosítani egy azonnali fizetéssel, ami egy kártyáshoz hasonló. Természetesen vannak bizonyos fizikai fizetési szituációk, ahol szintén egy nagyon jó alternatívát tud nyújtani a bankkártya mellett, de elsősorban rövid távon én alapvetően az online térben várok az azonnali fizetésnek egy térnyerését. És hát összességében én azt gondolom, hogy mindenképpen, ahogy mondtam is utólag, jó, hogy ezt a beruházást a szektor és a zsíró megcsinálta. Ezekre lehet alternatív szolgáltatásokat építeni, ami az áttalások körét is tudja bővíteni. Ez azt jelenti, hogy a kártyatársaságoknál is a várakozások azok tulajdonképpen még inkább előremutatóak lesznek, és most megint megpróbálom akkor ő is Endrét, a Mastercard igazgatóját megkérdezni a véleményéről. Nem tudom, most hallottok-e. Sziasztok! Igen! Á, szuper, nagyon jó. Köszönöm szépen a figyelmet, üdvözlök mindenkit. Egy picit visszakanod az első részt, és nem elismétel, mint a kollégák mondtak. Itt a nagy kérdés szerintünk az lesz, hogy trend vagy anomália, mi most történt. Tehát lehet látni, hogy a ciklusok, első ciklus, második ciklus, óriási gyors sebességgel alkalmazkodnak az emberek. Vagy azért, mert nincs más, vagy azért, mert egyszerűen muszáj. Tehát aki túl akar élni, aki akarja folytatni az életét a megfelelő minőségen, az változtat. Változtat az üzleti modelljébe, változtat abban, hogy fizet. És a nagy kérdés az lesz, hogy amikor a pandémiát így elhagyjuk, mi az, ami megmarad, és mi az, amiben egy új trend valósul meg, és mi az, ami csak egy anomália volt, és utána igazából vissza fog állni a régi rendbe. És hát mi ezen fogunk dolgozni, hogy azok a trendek, amik elindultak digitalizáció és digitális fizetés kapcsán, azok bent tudjanak maradni a rendszerben. Mert ami történt, a torta összement. Szerintem ezt így egyetértünk benne, hogy ha nézzük a gazdasági folyamatokat, ez egy kisebb torta, amin belül a digitális fizetés egy sokkal nagyobb szeletet fog kihasítani 2020-ban is. De ez a torta kisebb lett. Tehát alapvetően az a nagy kérdés, hogy 2021-től 22-n keresztül ez a torta vissza tud-e nőni, és azon belül a digitális fizetés meg tudja őrizni benne a szerepét, és az attól fog függni, hogy az embereknek a viselkedését, ami most eltért a korábbi normálistól, mondjuk úgy, hogy normálistól, benne ebben a teljesen megváltozott helyzetben. Úgyhogy hát mi ezért fogunk dolgozni egyébként User Experience oldalon, és az azonnalihoz visszakapcsolva mi is örülünk neki. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy Magyarországon, ahol egy 25% a digitális, 75% a készpénz, minden, ami digitálissá változtatja a készpénzt, az alapvetően az a magyarországi gazdaságnak jó. Abból előbb-utóbb vagy kártyás tranzakció lesz, vagy azonnali, és itt infrastruktúráknak az egészséges versenye és kiegészítése zajlik, egymás mellett élése, és ez bizonyos helyzetben versenytárs a kettő, bizonyos helyzetben pedig nagyon jól kiegészíti egymást. Az Amazonon ma még nem tudunk fizetni az azonnali fizetés segítségével, de valószínűleg vannak olyan üzleti helyzetek, ahol a kártyás fizetés kevésbé hatékony mondjuk, mint egy azonnali fizetésen megvalósult szolgáltatás. Tehát én ezt a kettőt azt látom, hogy nagyon ügyesen tud együtt élni egymás mellett, de az infrastruktúra most egy kicsit megelőzte a keresletet. Ez egy folyamatos játék szerintem minden piacon, hogy a kereslet és a kínálat hogy alakul, és ez a két görben mikor találkozik egymással. És most az infrastruktúra előrébb van. Tehát azt lehet látni, hogy amit kínál az azonnal és a kártyás fizetés, aki ma Magyarországon digitálisan szeretne fizetni, tényleg nincs olyan környezet, ahol hogy ezt szeretné, ne tudná megoldani. Tehát mindenkinek a kezében van egy bankkártya, van kint Magyarországon 9 millió plusz darab bankkártya, van kint nem tudom hány millió számla, legyen az vállalati vagy lakossági, és tényleg van egy pici rész, ahol ez nem jelenik meg, de Magyarországon szerintem a 80%+ elvállalhatva elektronikus facilitásokkal, és a lehetőség is megvan rá. Tehát a nagy kérdés nem ott kell föltenni, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy azok az emberek, akiknek ott van a kezükben a bankszámla, mobilon, kártyaformájában, bármilyen módon, hogy azt használja is. Hát a legfajlagosabb kereskedéseknél mondjuk ilyen 45-50% fizikai környezetben, aki digitálisan fizet. A maradék 50%-nak is a nagy részénél
ott van a bankkártya, ott van a számla. Vajon miért nem? És akkor föl kell tenni a kérdést arra, hogy a szabályzónak milyen szerepe van abban, hogy a fizetéseknek még nagyobb része, akár tudom, hogy az ördögtől való, de felmenő rendszerben a nyugdíjaknak a nagyobbik része, digitális formában érkezzen a támogatásoknak egy nagyobb része, és alapvetően, hogyha az értéklánc eleje digitális, akkor az ma már végig fog futni igazából a teljes fizetésforgalmi rendszeren, hiszen vagy az azonnalin, vagy a kártyán ez meg tud valósulni. Tehát én továbbra is a legnagyobb fókusz és a legnagyobb előrelépés azt az értéklánc elején lévő digitalizációra fordítanám. Én nagyon köszönöm, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, mert amikor akár oktatásban a hallgatóknak is beszélek a szolgáltatás innovációról, akkor ugye a fintech szolgáltatás innováció területén, mivel ez nagyon hosszú és nagyon sok ügyfelet befolyásol, mindig az az elsődleges, hogy egy innováció akkor sikeres, ha megváltoztatja a fogyasztói szokásokat. És ezeket a fogyasztói szokásokat nem torzítja el a szolgáltatási innováció a következőkben. Tehát tényleg az lesz a kérdés, hogy mi az, ami hosszú távon megmarad innovációként, akár infrastruktúrálisan, akár pedig szolgáltatási kör szélesítésében, és mi az, ami pedig csak ilyen átmeneti, tehát a pandémia vagy egyéb helyzet okozta változásból következő eredmény. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugye ennek a szabályozási oldala bizonyos szinten ugyancsak befolyásolja, hogy mi az, ami hosszú távú, fenntartható innováció marad meg a pénzügyi szolgáltatások terén, és mi az, ami ebből ki fog esni. Úgyhogy nagyon rendkívül köszönöm neked ezt a hozzászólást, mert ez az elmélet és a gyakorlat tökéletes ötvözése, most egy kicsit kijött belőlem az egyetemi oktató is. És hát tovább is adnám ugyanakkor a szót Vajda Viktor kollégámnak, hiszen ő meg pont ezt a szabályozási oldalt látja elsődlegesen. Igen, köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy tényleg a most mind a szabályozási környezet, mind pedig az infrastruktúra az egy bőséges kínálatot eredményez, de azt gondolom, hogy egyébként a felhasználói oldalon is megvan azért a egyre növekvő kereslet. Én egy olyan helyzetre utalnék most csak, ami az azonnali fizetés előnyét példázza. Én magam például a telefonomon keresztül, walliten keresztül használom a bankkártyáimat, és magát a plasztikot az sok esetben hátra is hagyom. És számos olyan eset merül fel, amikor például, hogy a szolgáltató nem kártya elfogadó, és nálam meg nincsen se kártya, se készpénz, akkor tudok fizetni azonnali átutalással, azonnali fizetéssel. Itt csak egy dolog fontos, és azt gondolom, hogy itt a szabályozónak a társadalmi tudatosság erősítésére is figyelni kell a megfelelő tájékoztatási rendszereknek az üzemeltetésével, csatornáknak a biztosításával, hogy hát azonban, amikor tehát én azonnali fizetésnél az a fogadónak jó, mert az neki ingyenes szemben a bankkártyás elfogadással, de amikor én mondjuk azonnali fizetése utalok, az nekem pénzbe kerül, szemben ott viszont a bankkártyás fizetéssel. Tehát ezek az egyébként lehet, hogy számunkra egyértelmű kategóriák, ezek azt gondolom, hogy elmagyarázásra szorulnak, hogyha még azt is elmagyarázni kívánta a jogalkotó és a jogalkalmazó, hogy a 5 forintra történő kerekítés szabályai miként zajlanak, akkor azt gondolom, hogy ebben is érdemes tájékoztatást közölni. Köszönöm. Sütő Ágnes kolléganő, te hogyan látod ezt a kérdést? Sok mindenről volt szó itt már ugye attitűdváltásról, meg az innováció elfogadásáról. Én egy picit ezeket most összegezném, és egy másik közelítést is behoznék még. Tegnap éppen a Corvinuson beszélgetünk róla, hogy vajon mikor éri el majd a kritikus tömeg azt a szintet, hogy ez a szolgáltatás gyakorlatilag elvárt legyen már, és ez legyen a természetes. És most, amit Zsolt említett már, hogy ugye 85 ezer másodlagos azonosító rögzítése került, ez egy nagyon biztató kezdet, viszont ugye több mint 9 millió számlánk van. Ha jól tudom, Nagy-Britanniában volt például az, ahol a másodlagos azonosító volt az egyik ösztönzőért, hogy az ügyfelek elkezdjék tömegesen használni ezt a szolgáltatást. Ebben picit egyébként megosztik a szakma véleménye, többen véleményezik azt, hogy a másodlagos azonosító esetleg hordozhat biztonsági kockázatokat, de hisszük azt, reméljük, hogy ezt meg lehet ugrani, és tényleg széleskörűbb lesz. Viszont a másik, ami attitűd, és azt gondolom, hogy Magyarországon eléggé begyöpesedett, az a
Viktor előadásában is említett fehér gazdaság, szürke gazdaság, fekete gazdaság kérdéskör, ami azt gondolom, hogy a digitális váltásnál a pénzforgalomban megkerülhetetlen érv, amit át kell gondolnunk. Én csak személyes tapasztalatomat hagyj idézzem fel, én nagyon élvezem az azonnali fizetés bevezetését, meg kell, hogy mondjam, nagyon nagy szorgalmazója vagyok. Így aztán az elmúlt hónapokban lelkesen próbálkoztam is fizetni vele a természetgyógyászomnál, aki ezt egyébként meglepetésemre örömmel fogadta, aztán még inkább meglepődtem, amikor a villanyszerelő is azt mondta, hogy nagyszerű, és jöhet a számlájára a pénz egy utalással, amit együtt végig is követtünk, hogy megérkezett. Aztán amikor a fodrászomnál próbáltam ugyanezt, akkor ő azt mondta, hogy hát ez így nem fog menni, de amikor mondtam neki, hogy január 1-től online pénztárgépet kéne biztosítani, az online pénztárgépe mellé az elektronikus fizetést is kell biztosítani, akkor elmondta, hogy ne aggódjak, neki online pénztárgépe sincsen, mert ügyesben megcsinálták ezt a könyvelőjével. Szóval, hogy én igazán kíváncsi vagyok arra, hogy mikor tudunk a gazdaság szintjén abban változtatni, hogy ez a sajnos picit magyar virtus, hogy hogyan tudunk megkerülni egyébként látható fizetésforgalmi folyamatokat, az eljusson odáig, hogy akár a szabályozó közbelépésére, akár bármi más módon az legyen a büszkesége a kereskedőknek, hogy ők befizetik, megmutatják és a tisztes profitból építgetik a cégüket. És hát egy picit itt muszáj arra is azért utalni, hogy szintén Viktor előadásában ugye a szabályozói arbitrázsról nagyon jogosan volt esett szó, és hát itt is ugye a tranzakciós illeték és a kétszeri ingyenes azért még mindig picit a készpénz oldalára húzza, illetve hát ugye nem feltétlenül a magyar szolgáltatóknak ad megfelelő versenyterepet, versenyhelyzetet. Azért jó lenne, ha hosszabb távon ezekkel is nem kellene megküzdenünk, és így lehetne a digitális csatornákat fejleszgetni. Köszönöm, és Pál Zsolt kollégámat is szeretném megszólítani, hiszen a fizetési forgalom az AFR-re kapcsolatban, de nem csak elméletileg, de gyakorló szakemberekként is találkozol, te hogy látod a kérdést? Igen, köszönöm, akkor visszaveznék egy pillanatra még ide az azonnali fizetés, illetve COVID vonalra, de nagyon sokáig nem akarom rabolni itt a szót, mert úgy látom, hogy inkább ilyen 3-4 órásra kellett volna terveznünk ezt a beszélgetést, nem egy órásra, és már itt Ági kicsit fel is vezette a következő témát, úgyhogy én inkább csak ilyen tovább lépési lehetőséget adnék. Van ez a mondás, hogy minden rosszban van valami jó, ezt én egy nagyon nagy hülyeségnek tartom, és egyébként nagyon sok hülye mondásunk van, a másik kedvencem az a kivétel erősíti a szabályt, tehát hogyha most itt leállítok egy tollat, és az így megáll a levegőben, akkor az nyilván nyújtó munkásságát erősíteni fogja. Na mindegy, csak arra akartam utalni, hogy itt a koronavírus helyzetnél tényleg igaz, hogy van, ebben a rosszban van valami jó, és erről egyébként írtunk egy tanulmányt a Gazdaság és Pénzügy folyóiratban itt a kerekasztal beszélgetésben résztvevő Zsoltok és még néhány kollega, úgyhogy ha ez valakit érdekel, akkor unikális innováció és gazdasági sok címen foglalkoztunk ezzel a valóban így különösen érdekes témával, hogy igazából néhány nap választotta el a koronavírus magyarországi megjelenését, az azonnali fizetés bevezetésétől. A másik pedig, amire meg, vagy hát itt hangzottak el számok Zsolttól is, Lajostól is, a pénzforgalom.hu oldal tudom még ajánlani, ahol ezeket napi szinten lehet követni. Most én ránéztem a keddi adatra, amit Zsolt említett, arra reagálva az átutalások feldolgozásának átlagos ideje kedden 0,89 másodperc volt, tehát ez bőven az 5 másodperc alatt, illetve Lajos említette, hogy érdekes változások vannak abban is, hogy lapon belül ez hogy oszlik meg, ezt is itt nyomon lehet követni. Itt most meg nem tudom mondani, hogy miért, de ilyen este 9:30 körül legalább annyi tranzakciót látok, mint délben. Tehát ez a kedd, ez egy érdekes nap is volt, ilyet talán még most a közelmúltban nem is tudtam megfigyelni. És hát talán még annyit akkor én is beleállok ebbe a következő kérdést felvezető vonalba, hogy itt viszonylag sok szám elhangzott, elsősorban a pozitívak, akkor ilyen rossz zsaruként még esetleg megemlítem azt, hogy szerintem két olyan terület van, ami olyan hatalmas nagy előrelépés legalábbis a pandémiáig nem történt, ez a gazdaság készpénzállománya, a másik pedig a POS termináloknak a számában olyan hatalmas dinamikus növekedés nem volt, inkább a tranzakciók számára volt ez jellemző, és akkor bízom benne, hogy ez, amiről most tárgyalni fogunk, meg a koronavírus együttes hatásaként ezekben is előrelépések lesznek. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és nem menj messzire, már mint így hipotetikusan, mert ugye Ági említette a fodrászokat, de nem csak a fodrászok számára lesz ez kritikus, hanem több kis vállalkozó számára is, akik pénztárgéppel, online pénztárgéppel rendelkeznek, hogy kötelező lesz számukra ez az elektronikus fizetési lehetőség biztosítása, és hát ebben is szeretnélek megkérdezni Zsolt. Viszont igen, mondjam, itt neked a szót. Igen, majd itt a ügyvéd úrnak a hozzászólására is kíváncsi leszek, mert láttam, hogy felhúzta a szemöldökét, amikor Ági mondta, hogy ügyesen megoldja a könyvelőjével a fodrász azt, hogy ezt így meg lehessen kerülni. Egyébként én nagyon szeretem a halat, mármint elfogyasztani, és itt a bükk közelében ezt könnyen meg tudom tenni pisztránk formájában, és a bükkben van egy halsütőde, ahol évek óta próbálkozok kártyás fizetéssel, és mindig az a válasz, hogy ott nincsen térerő, és nem is tudna működni a POS terminál. Tehát ilyen nagyon elszigetelt, kivételes esetek vannak, bár azt hiszem, hogy ez esetben lehet ilyen egyedi, na erre nem tudom pontosan a jogi szakkifejezés, de hogy ilyen esetben kivételeket tesz a szabályozó, és nem kötelező azt hiszem az online pénztárgép sem, de ebben majd lehet, hogy kijavítanak a kollégák. Ehhez a kérdéshez én azt szeretném még csak elmondani, hogy mi csináltunk egy tájékoztató kampányt ezzel kapcsolatban a Fintelligence központban, ami jelenleg is fut, és olyan szempontból vannak tapasztalataink, hogy hogyan reagálnak erre a kereskedők, mert különböző online felületeken elég sok mindenkit sikerült elérni, és az egyik jelen több száz komment is van ehhez a témához, és egyrészt vannak olyan kommentek, amiket nem is szívesen olvasnék itt fel, mert azért vannak ennek negatív, vagy vannak negatív visszajelzések, és nyilván ez egy kötelezettség, ez a kereskedőket alapvetően sok esetben rosszul érinti, bár azért vannak olyanok is, akik látják ebben a fejlődés lehetőségét, és a vállalkozásuk előrelépésének a lehetőségét. Én most itt a arányokat egy ilyen nem túl reprezentatív felmérés alapján nem szeretném megtippelni. Inkább két dologgal kiegészíteném a kérdést, hogy pont itt is felvetődött olyan is, hogy bizonyos kereskedők például azt mondták, hogy akkor ők több pénzt fognak elkérni az elektronikus fizetési mód esetén, vagy pedig valamilyen értékhatárhoz fogják kötni. Úgyhogy én ezzel tovább is passzolnám a labdát, hogy kollégák szerintem erről többet tudnak mondani, hogy ez mennyire járható út, gondolom nem nagyon. Hát úgy gondolom, hogy mivel infrastruktúra és szabályozási kérdés is érint, ezért én Bartol Lajost kérdezném meg először, hogy reagáljon mindenre. Hát én azt gondolom, most a Zsoltnak a legutolsó felvetések kapcsán, bár nem mi vagyunk a szabályozók, mert a pénzügyminisztérium alkotta a kereskedelmi törvényt, és a valamelyik fogyasztóvédelmi szerv lesz a felelős a betartatásáért, de én biztosan azt tudom kiolvasni a jogszabályból, hogy kötelező ingyenesen biztosítani az ügyfeleknek az elektronikus fizetést, és ebből az is következik, hogy nincs is olyan értékhatár, amit meg lehetne állapítani, hogy az alatt meg nem fogadnak el elektronikus fizetést. Egyébként arra valójában nincsen szabály, hogy értékhatár, tehát ma, december 10-én, megteheti egy kereskedő az én véleményem szerint, hogy értékhatárt rögzít, hogy 1000 forint alatt mondjuk nem lehet nála kártyával fizetni, de ha ennek a kereskedőnek online pénztárgépe van, akkor január 1-től már nem teheti meg ugyanezt. Az a kereskedő, akinek nincs online pénztárgépe, azt szerintem január 1 után is megteheti ezt. Tehát ezt gondolom, hogy erre oda kell figyelni, ez segíteni fog egyébként, megint csak egy egészen újabb lökést tud adni az egész elektronikus fizetés elterjedésének. Szoktam mondani, hogy 2010-ben, amikor publikáltuk a Semmi sincs ingyen fizetési módok társadalmi költsége című hát elég velős és hosszú tanulmányunkat, akkor tettünk egy 3 javaslatot a szabályozónak. Az egyik az volt, hogy csökkenteni kell Magyarországon az interchange díj mértékét. A másik az volt, hogy legyen POS támogatási program, amiben a kereskedők olcsón juthatnak ilyen berendezésekhez. A harmadik pedig az volt, hogy bizonyos paraméterek esetén legyen kötelező az elektronikus fizetésnek a biztosítása. Hát most pontosan 11 év telt el,
vagy telik el, mire ez a három megvalósul, kettő már megvalósult belőle, a harmadik is megérkezik most január 1-ével. Hát ez, én azt gondolom, hogy mindenképpen így kerek lesz. És amit még visszareagálnék itt a gazdaság készpénz állományára, meg a POS növekedés alacsony számára, hogy a készpénzállománynak két típusa van. Van az egyik a megtakarítású, meg a tranzakciós típusú készpénz használat. Azt kell látni a kint lévő, a gazdaságban kint lévő készpénzből, aminek nagy többsége 20 000-es és 10 000-es, hogy ez nem tipikusan tranzakciós készpénz. Tehát a tranzakciós készpénz az kb. 15-20%-a annak, ami kint van. Úgyhogy inkább a másik oldalon kell olyan eszközöket találni, például a Magyar Állampapír kibocsátási program az olyan volt, ami épp ezt a készpénzállományt akarta, vagy akarja felszívni. A POS növekedés oldalán pedig azt lehet látni, hogy Endre ezt meg is írta az előbb itt egy chat formájában mindenkinek, hogy most azokkal az új programokkal, amiket a kártyatársaságok elindítottak, a Mastercard kiemelten, idén nagyon nagy mértékben növekedett a poszok száma, és a terv is az, hogy ez a növekedési ütem, ez 2021-ben, meg 2022-ben még magasabb legyen. Úgyhogy ez mindenképpen biztató. Nekem van egy véleményem arról, hogy miért ilyen alacsony a POS szám. Ez az egész bankkártya infrastruktúra működésének az elveire vezethető vissza, ahol a kereskedők fizetik meg a bankkártya használatnak a költségeit, makroszinten, és ezért nem motiváltak abban, hogy ők ezt viseljék, ezeket a költségeket, de hála Istennek most olyan új megoldások jönnek a piacra, amik sokkal olcsóbbak mindenkinek, és ez a végén sokkal jobb lesz az ügyfeleknek. Köszönöm. Egyébként gondolom, ugyanezt tapasztalatok. Bocsánat, nem kell. Igen. Tehát pontosan ugyanezt tapasztaltam én is a kisvállalkozói körben, hogy túlságosan drága ez a tranzakció, hogy kártyával való fizetés a vállalkozók számára. Éppen a tegnapi nap folyamán is nem 1000 forint, hanem 5000 forintos érték volt kiírva, hogy 5000 forint alatt csak készpénzzel lehet fizetni, és csak a fölött lehet kártyával. Tehát ez egy nagyon érdekes vonulat, és hogyha ebben lesz változás, akkor ezt mindenképpen kell, és ugye folyamatosan jelezni a vállalkozói szektor felé, és én szeretném is megszólítani ő is Endrét ebben a kérdésben, hiszen ő jelezte is, hogy azért itt elindult a postterminálnak a növekedése. Igen, két dolgot is mondanék. Az egyik ugye itt a kártyáfodás költsége mindig egy központi téma. Ugye itt az azonnal és a kártyás infrastruktúránál, ahogy a Lajos is mondta, egy üzleti modellben is van különbség. Tehát nagyon nagy kérdés lesz, hogy az üzleti modell melyik az, ahol bármelyik fél megtalálja a számítását, illetve tényleg nincs semmi ingyen. Tehát azok a felek, akik részt vesznek benne, ahol az érték képződik, ott valamilyen szinten egy költség is képződni fog, tehát ki fogja hajlandó lenni, hogy fizessen ezért a szolgáltatásért. A kereskedő, az ügyfél, a bank, a kártyatársaság, ez egy nagy kérdés mindig. De én amit még így hozzátennék, hogy ugye a soft POS-ek elindultak, ugye ezt be is írtam a chatbe, ami annyit jelent, hogy bizonyos androidos telefonokból egy app segítségével POS terminált lehet csinálni. Tehát 2021-ben mondjuk a 15 000-es limit alatt, 22-től, hogyha tesztidőszak véget ér, akkor igazából egy vállalkozó, akinek van egy szerződése egy elfogadóval, letölti az appjára, vagy a mobiljára ezt az appot, és a telefonja posztként fog működni. Én szerintem az óriási jövő előtt áll, és igazából kiveszi az infrastruktúrát, tehát a hardware költséget az egész rendszerből. A harmadik kérdés arra, hogy alapvetően így, hát merrefele tud még ez a dolog így fejlődni, technológia fejlődik. Tehát az, hogy a költsége mekkora egy elfogadásnak, én azt gondolom, hogy a kereskedőknél ez egy nagyon jó mondás, de a legnagyobb probléma az, hogyha valaki digitálisan fogad el fizetést, ki kell fehéríteni a teljes forgalmát. És az én véleményem az, hiszen kínáltuk a kártyaelfogadást 0 forintért egy pár évvel ezelőtt, és akkor sem indult meg tömegesen ugye a kártyás terminálok telepítése. Szerintem az a probléma, hogyha egy üzleti modell úgy van fölépítve, hogy nem ad valaki számlát a forgalmának az 50%-ában, akkor ott meg tudsz takarítani mondjuk egy áfát, vagy egy társasági adónak egy bizonyos részét, és ezzel szemben mondjuk
egy 1%-os, 1,5%-os kormányzati programnál egy 1%-os kártyás költséggel. Én nekem az a sanda gyanúm, hogy nem feltétlenül az adott egységköltség a legnagyobb visszatartó erő, hanem az, hogy effektíve teljes mértékben kifehéríti a vállalkozásnak a működését egy digitális fizetés, és ezzel az azonnali fizetésnél is egyébként majd fel kell készülni. Hát én egy picit challenge-elem azt, amit a Lajos mondott, biztos, hogy volt ilyen régen. Én a mai költségszintek mellett látva az, hogy milyen bázispontokon zajlanak a tranzakciók, merre fele megy a világ, milyen szabályozás van a kártyatársaságok felé és interchange egyéb oldalon, én nagyon meglepődnék, hogyha ez a költségszint lenne az igazi eltérítő elő az ügyfeleknél, a kereskedőknél. Úgyhogy mi pedig megyünk előre a Doppio programunkkal, ez egy 3 éves program, tehát ennek a hatására volt egy 15%-os növekedés idén, és hát jövőre azt látjuk, hogy az érdeklődés alapján, hogy jó pár elfogadó van, aki lát üzletet még továbbra is az elfogadásban, legyen kasszaszoftver szolgáltató, tradicionális elfogadó, úgyhogy egy nagyon izgalmas évet várunk, és a technológia akkorát fejlődött, hogy igenis egy nagyon komoly verseny fog tudni kialakulni az elfogadói piacon 2022-21-ben is, és mi maximálisan fogjuk ezt támogatni továbbra is. Köszönöm. Köszönöm. Magyar Bank Szövetségnél milyen visszajelzések csapódnak le? Kérdezem Sütő Ágnes kolléganőt. Azt hiszem, most már hallható vagyok. Na hát egy picit előre tekintve, meg egy picit az évet is összegezve, én azt mondhatom, hogy ritkán gyűlünk így össze ez a kör, hogy gyakorlatilag a szabályozó felügyelőhatósági területtől a piac és a jelentős szereplők szinte mindannyian itt vagyunk, és azok, akik a fejlesztéseket az elmúlt évben végigcsinálták. Hát én a legfontosabbként azt mondanám el mindannyiunknak, hogy köszönöm szépen. Mert hogy az a munka, amit lezajlott ebben az évben, az szerintem egészen félelmetes volt. Olyan alapokat teremtett meg arra, hogy egyébként az ügyfél választhassa azt a fizetési csatornát, amit ő szeretne, és amit ő a legkényelmesebbnek tart, amire tényleg ritkán adódik lehetőség. Én azt mondom, hogy a Bankszövetségnek éppen hétfőn volt egy ilyen évzáró online ülése, és hát a végén, amikor egy ilyen online kocintás volt, akkor a bankvezetők azt kívánták egymásnak, hogy egy jóval könnyebb év legyen a következő, mert hát nagyon embert próbáló időszak volt, szakmailag is, és egyébként valószínűleg mindenkinek az egészségügyben, a magánéletében is, de azt mondani, hogy egy ilyen nehéz helyzetből, egy ilyen gödörből ilyen szépen ugorjon föl egyébként az a szolgáltatási terület és a pénzforgalom, amiről most beszélünk, az azt gondolom, hogy mindannyiunknak ott maradhat majd a fejébe, és hogyha remélem pár év múlva visszaemlékezünk, akkor már egy alapszintű mindennapokban használt szolgáltatásnak a születésére, az indulópontjaira fogunk tudni visszaemlékezni, meg megbeszélni azt, hogy egyébként a nehéz körülmények hogyan segítették azt, hogy minél inkább széleskörűen és jobban terjedjen el a digitális fizetéseknek számos válfaja. És én bízom abban egyébként, hogy közösen fogjuk lebontogatni még ezeket a határokat, az ügyfelek egyszerűen pedig elkezdik ennek megfelelően használni és élvezni mindezeket, amik rendelkezésre állnak. Köszönöm. Köszönöm. És Csányi Pétert is szeretném megkérdezni, banki oldalról mennyiben látszik ez a támogatottsága ennek a folyamatnak, vagy a lehetőségei, vagy kockázatai? Én azt gondolom, hogy a szektor mindent megtesz, és köztük mi, mint legnagyobb kártyaelfogadók, mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a alsó becslések tekintetében is legalább egy 40-60 ezer kereskedőt vagy szolgáltatót érint ez az új kötelező szabályozás. Mi magunk arra számítottunk különben, hogy mivel ez egy kötelező megfelelés, vélhetően nem a nyáron vagy az ősz elején fogják teljesíteni ezt a kereskedők, hanem nyilván a végén, november-decemberben lesz egy nagyon erős felfutása ezeknek az igényeknek. Ezt az utóbbi hetekben látjuk is, és én azt gondolom, hogy e tekintetben egy nagy előrelépés lesz, hogy legalább az online kereskedők kasszások körében kötelező lesz az elektronikus fizetés biztosítani. Volt itt két, nem akarom itt ismételni a kollégákat, hanem három dologra, vagy két dologra reflektálnék pontosabban. Én azt gondolom, hogy egy kereskedőnél megvan az a pont, amikor az elektronikus fizetésnek a hiánya
az egy forgalom kiesést okoz számára. Tehát magyarán, amikor vannak olyan kereskedői körök, ahol nekem is van már néhány olyan bolt, ahol nem fogadnak el készpénzt, vagy nem fogadnak el kártyát, akkor egyszerűen nem megyek oda vásárolni. És azt gondolom, hogy ez a pont, ahogy megyünk időben és előre, egyre több kereskedőt fog elérni. A másik volt egy ilyen megjegyzés a minimum érték határa, hát Endre tudna engem legjobban megerősíteni, én ha jól tudom, a kártyás fizetéseknél, ugye a kártyatársasági szabályok nem engednek meg egy minimum határt, tehát azt nekünk ki kell kényszeríteni a kereskedőktől, hogy megfeleljenek ennek a szabálynak, és nem is gondolom különben, hogy szükséges lenne ilyen minimum érték határbiztosítás, mert nyilván arányaiban egy nagyobb költsége van a kereskedő oldalán egy alacsonyabb értékű tranzakciónak, de az, hogyha teljes körűen biztosítja az elektronikus fizetést, én azt gondolom, hogy forgalom növekedés szempontjából többet tud nyerni. Köszönöm szépen. Ugye itt teljesen egyértelmű, hogy a méretgazdaságossága a kiskereskedőknél biztos, hogy nagyon fontos szempont, tehát ez a határköltség, határhaszon, illetve mikor érnek el egy olyan mondjuk csökkenő hozadéki szférát, ami miatt vagy károsnak látják, vagy tényleg megfontolandónak látják azt, hogy postterminállal rendelkezzenek, és elektronikus fizetési lehetőséget biztosítsanak. Ez gazdaságilag egy fontos kérdés, de ugye emellett ott vannak a szabályozási részek is. Vajda Viktort szeretném kérdezni erről még. Köszönöm szépen a lehetőséget, és senkinek az idejével nem szeretnék visszaélni. Én azt gondolom, hogy a POS terminálok démonizálása az egy teljesen rossz, és feltehetően a szabályozás kellő ismeretének hiányáról árulkodó megfontolás mindazon kereskedőknél, akik kizárólag ebben látják a maguk terhét. Most itt túl azon, hogy volt visszanemtérítendő támogatás igénylésére is lehetőség, itt szó sincs arról, hogy mindenkire rá akarnának kényszeríteni egy POS terminált, arról itt már esett szó, hogy számos ilyen szoft megoldás is ismeretes, de a szabályozás egyáltalán nem preferál semmilyen fizetési módot. Tehát ezt ahogyan a szabályozásnak e körben léteznie kell, ezt a piacra bízza, fokozódjon a verseny, értünk fogyasztókért minden bank, fizetési szolgáltató, egyéb fizetési megoldás szállító versenyezzen, én ennek személy szerint örülök. A kereskedő pedig, amikor ezt tehernek éli meg, mindazon 60 ezer kereskedő, azt hiszem nem tartozik ebbe a körbe, akkor ő végig gondolja, hogy neki mi a jó a kártyás fizetés, mert az ő vevőkörénél az a leggyorsabb, vagy éppen egy azonnali fizetésre épülő új fizetési megoldást, QR kódot vezet be. Felteszem, hogy ez lehet, hogy mondjuk egy kisebb település idősebb korosztályánál a QR kód az nem lenne annyira népszerű, de akár elektronikus pénzalapú digitális pénztárcát is el tudok képzelni egy olyan innovációs hubba, ahol van belépő. Tehát itt azt gondolom, hogy testre szabhatóak a megoldások. A lényeg az, hogy lépni kell, és ez valóban egy kifehérítéshez vezet, és egyben egészségügyi hozadéka is van, mert sajnos ez a fránya vírus élteti a készpénz. Én úgy tudom, hogy már 10 napig is elél ezen a papírbankon, tehát azt gondolom, hogy ennyi óvintézkedés mellett épp ezt elmulasztani az felelőtlen magatartás lenne. Köszönöm szépen, hogy ezt hozzátehettem. Köszönöm szépen, és én úgy gondolom, hogy nagyon komoly gazdasági, társadalmi, szabályozási kérdéseket feszegettünk eddig, és ezekről még kell beszélni. Tehát a vállalkozóknak, a fiataloknak, az idősebb fiatalok korosztály számára ezek nagyon lényeges kérdések, mert nem biztos, hogy azt látják a háttérben, ami valójában a gyakorlatban lecsapódik, vagy le kellene. Szűkítéseket, korlátozásokat látnak, lehetőségeket kevésbé, tehát ezeket folyamatosan kell is feléjük magyarázni és elmondani. És az utolsó kérdésként egy kicsit átfogóbb vagy szoft kérdést tennék föl, hogy vajon a lakosságnak a digitális attitűdje, felkészültsége és a pénzügyi tudatosságnak a szintje az elég ahhoz, hogy ezeket az új innovatív technológiákat tudják, akarják használni? És elsőként Sütő Ágnes szeretném megkérdezni ebben a témakörben.
Köszönöm szépen a kérdést. Hát ugye valóban itt két összetevőről van szó, egyrészt a pénzügyi tudatosságról, amit évek óta mérünk már a 2008-as válság után nemzetközi szinten is az OECD-nek az infra területe kialakított egy olyan egységes kérdéskört, amivel több országban nemzetközileg tekintünk szét, hogy a pénzügyi kultúrában hogy állnak a résztvevő országok. A legutóbbi ilyen átfogó kutatás 2015-ben készült el 30 országban, közöttük Magyarországon is. És hát el kell, hogy mondjam, van honnan fejlődnünk, ugyanis noha egyébként az elméleti kérdésekben középmezőnyben végzünk, amikor a pénzügyi viselkedés, a pénzügyi magatartás került a napirendre, akkor a 30 ország közül a 30. helyen sikerült teljesítenünk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy családi költségvetés sem készül el a legtöbb családban. Minden harmadik család volt még az, aki 10 évvel ezelőtt készített ilyet, most minden ötödik készít. Tehát egyszerűen olyan a Magyarországon a pénzügyek kezelése, mintha valami nagyon intim és kényelmetlen téma lenne, és ezért aztán még kevesebbet foglalkozunk vele. És hát ami a legrosszabb az az, hogy a jövőbe való tekintés is, tehát a felkészülés, az öngondoskodás is annak bármifajta jele az elég alacsony szinten tart most jelenleg. És hát ez ugye a válság után volt, tehát 2008 után vizsgálódtunk és láttuk azt, hogy az a válság sem volt elegendő arra, hogy egy kicsit tanuljunk a leckéből. Továbbra is főképpen a tücsök magatartás a jellemző hazánkban. Aztán most egy picit lehet, hogy ez az idei év ezt is át fogja rendezni. Én azt gondolom a másik oldalon a digitalizációs felkészültségünkkel, azt, hogy egyébként mennyire állunk készen ezekre a szolgáltatásokra. Abban a fő tényezők egyrészt ugye az eszközellátottság, amiről most beszéltünk is, megállapítottuk, hogy abban alapvetően azért tulajdonképpen nincs hiány. Éppen egy friss kutatás került a kezembe, ahol az NMHH megbízásából azt nézték meg, hogy egyébként az idősebb korosztály, aki tudjuk, hogy azért hátrányos helyzetű ugye mindkét kategóriában tulajdonképpen, milyen ellátottsággal rendelkezik, és hát ott kiderült, hogy a nagymamáknak a 82%-ánál, a nagypapáknak van a 78%-ánál ott az okostelefon, a mobiltelefon, ami alkalmas lenne egyébként digitális pénzügyi tranzakciókra is, és közülük 12% mondta azt, hogy ő egyébként hajlandónak, képesnek érzi magát, hogy elboldoguljon ezekkel a feladatokkal. Úgyhogy azt mondom, hogy mindkét összetevőből van hová bőven fejlődünk, nem állunk annyira fényesen sem a digitális felkészültségünkben, sem pedig a pénzügyi tudatosságunkban, de én abban bizakodok, hát ha most a kettő együtt tud kézen fogva fejlődni. Köszönöm. Ugye a nagyon turbulens innovációkat hallottunk ő is Endrétől és a kártyatársaságok fejlesztéseiben, illetve a Mastercard területén, és ezért őt szeretném másodikként megszólítani most ebben a kérdésben még. Nehéz erre egyértelmű választ adni, de az átlag azt mindannyian tudjuk, hogy arra jó, hogy remekül elfedje a igazából a szórást, tehát az, hogy átlagosan hol tartunk, alapvetően nem nagyon nem jelent semmit. Tehát vannak nagyon innovatív és nagyon professzionálisan működő családok. Azt látjuk, hogy egyre kevésbé a korosztálytól függ, egyre inkább igazából a beállítódástól függ, mert megjelentek az idősebb korosztályban is a, hát ha nem is digital native-ek, de egyre inkább akik hajlandóak igazából így egy internetbankot, egy mobilbankot használni, valószínűleg az unokák vagy a gyerekeknek a hatására, de egy elég komplet, Magyarországon az egyharmada a társadalomnak vásárolt már neten. Ez nem olyan rossz szám egyébként. Tehát, hogy alapvetően tehát valahol az az impulzus hiányzik, hogy ez egy ilyen visszatérő, beépülő viselkedéssé váljon, és a képességünk sajnos az Ágival egyetértek abban, hogy nagyon ketté válik a társadalom, és az olló úgy néz ki, hogy nem lassul és nem szűkül, hanem hogyha gyorsulva nyílna. És azáltal, hogy az innováció ilyen tempóban fejlődik, tehát tényleg elég megnéző a bankszektor egy év alatt, mi az, amit letett az asztalra? Őrületes. Na most egyszer nem képes felszívni a társadalomnak a nagy része ezt a mértékű változást. Tehát olyan mennyiségű információ éri őket, hogy egyszerűen van, aki már meg sem érti, és talán nem tudja beépíteni sem a mindennapi életében. És aki elkezdett lemaradni, az most már nem csak lemarad, hanem egyszerűen így elveszíti ez a mostani fejlődési ütem, és ők kiesnek ebből a digitális világból. Tehát itt van egy ilyen szociológiai probléma véleményem szerint, ami nem tudom a megoldást rá, de a lemaradó csapat az nagyon-nagyon-nagyon lemarad, és kvázi így elmarad ebből a digitális fejlődésből,
és itt mi szerintem nem állunk jól. Az élén szerintem rendben vagyunk. Tehát az affinis réteg a lehetősége is megvan, használja is, olyan mennyiségű digitális tranzakciót végez, hogy már tényleg mindenét így vásárolja meg, tudatosan költ, megnézi azt, hogy hol nyit számlát, kamatokat hasonlít össze, csak ez mindig egy viszonylag szűk réteg. Úgyhogy szegmentálni kell szerintem ebben is, minden másban. Nincs átlag. Köszönöm. Egyébként a legtöbb kutatás XYZ generációs kutatások. Én most pontosan azt térképezem föl, hogy nem ilyen bontásban, hanem egy másik szeletben ki az a mobile first generáció, hogyan lehet őket profilozni, milyen jellegzetességekkel rendelkeznek, hiszen a mobile first, aki az okostelefonjához nyúl először, nem feltétlenül az Z generáció ma már, és azt látom a visszajelzésekből, ugye a saját kutatásomnak a visszajelzései alapján, hogy a fiataloknál például a digitális affinitás és a digitális attitűd nagyon jó, viszont a pénzügyi tudás meg kevésbé, és igénylik. Őket nagyon jól ugye a user experience-en keresztül meg lehet fogni, lehet őket tanítani, és már igénylik és jelzik is, hogy a játék, tehát a digitális appok, tehát az online, ezek az applikációk, amiket letöltenek, ezek játékra nagyon jók voltak, de amikor élesben kell egy pénzügyi tranzakciót végrehajtani, ott picit visszavesznek, és szükségük van arra, hogy informálódhassanak, támogatást kaphassanak ugye a pénzügyi szolgáltatói szféra oldaláról. Tehát banki oldalról, oktatási oldalról, minden szolgáltató oldaláról ez egy bizonyos felelősségvállalás, amiben bele kell állnunk, tehát én is oktatóként ugyanezt teszem, hogy próbálom minél szélesebb körben ezt tanítani számukra. Csányi Pétert kérdezném banki oldalról, hogy látja ezt a digitális és a pénzügyi attitűd és kultúra fejlesztésnek a párhuzamosságát. Én talán ebben a tekintetben azt hangsúlyoznám ki, hogy nagyon sok nemzetközi kutatás is mutatja, hogy valóban Magyarországon a pénzügyi tudatosság, az akár régiós szinten vizsgáljuk, hátrébb van. És ugye az OTP is csinálja minden évben a öngondoskodási indexet, ebből is azt látjuk, hogy a pénzügyi tudásszint az nagyon csekély mértékben nőtt az elmúlt időszakban. Az én szerény véleményem az az, hogy itt nagyon sok múlik a bankszektor szereplőin is. Ugyanis az, hogy a lakosságnak a pénzügyi tudatossága alacsony, azt hát sajnos jellemzően otthonról hozzák az emberek. Tehát azért alacsony a pénzügyi tudatosság, mert a szüleiknek is alacsony volt a pénzügyi tudatossága. És én azt gondolom, hogy túl az oktatáson, az alaptanterven a pénzügyi szereplőknek is nagy szerepe van abban, hogy egyrészt az ügyintézőiket oktassák, és főleg itt a digitális megoldásokra gondolok, mert addig nem fogják az ügyintézők se az ügyfeleknek ajánlani a digitális megoldásokat, amíg ők saját maguk nem komfortosak vele, tehát erre én azt gondolom, hogy minden szektorban lévő szereplőnek nagy hangsúlyt kell fektetni. És az ügyfél edukációban is arra is jelentős erőforrásokat kell fordítani, ami hosszú távon természetesen megtérül a szektornak is, és jó a gazdaságnak is, meg a lakosságnak is, de ez sajnos egy befektetéssel jár a szolgáltatók oldaláról is. Köszönöm szépen, és Vajda Viktor kollégámat, ugye jogászként, ügyvédként, és hát több egyetem meghívott oktatójaként, és te látod a fiatalabb korosztályt is, illetve a munkád során találkozol más korosztálybeliekkel, más társadalmi szintű kollégákkal is, vállalkozókkal, idősebb társadalmi rétegben lévőkkel. Őnáluk hogy érzékelhető ez a kettősség a digitális és a pénzügyi tudás között? Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy tehát ugye a szükségességből fakadó igények azok megmutatkoztak az elmúlt 3/4 év során, távellenjegyzési felkérések, illetőleg
tehát készpénzes ingatlanadásvétel előttem nem is zajlott például az elmúlt évben. Azt tudom mondani, hogy én azt gondolom, ez, tehát a tudás az nem feltétlenül korfüggő, tehát nyilván itt ez a von Haushaus hozott tudás, ahogy arra volt itt a hivatkozás, az nem feltétlenül a generációs megoszlást mutatja, viszont szerintem digitális eszközökre való átállás az nem csak azért fontos, hogy ezzel költséghatékonyabbak legyünk, hanem azért is, hogy tehát azt gondolom, hogy a személyes tájékoztatás és a készpénz, mint hagyományos, mind a kettő a régi világba visszanyúló dolog, de ezt a kettőt szeretném elválasztani. Tehát én a személyes tájékoztatásnak ebben a modern információs társadalomban túláradó információs kínálatban nehezen eligazodó embereket látok, aki persze nem boldogul, tisztelet a kivételnek. És mondom, bár a készpénz is, meg ez a személyes tanácsadás is a múltban révedőnek látszik, nekem ügyvédként és egyébként a hallgatókkal való kapcsolatom során is az a tapasztalatom, hogy minden elektronikus kommunikáció az lassabb és körülményesebb tudásbővítést eredményez. Pontosan azért, mert akárhova nézünk, információ áradattal találkozunk, annak a szűrése, a visszakérdezés lehetősége nélkül problematikus. Tehát én azt gondolom, hogy, és itt ezt a bankszektor szereplői nyilván megfontolás tárgyává teszik, hogy a különböző chatbotok meg egyéb segítő eszközök használata mellett a hagyományos személyes bankfiókbéli ügyfélkiszolgálás és tanácsadás jelentősége az nagyobb mértékben járul hozzá, az én érzékelésem szerint a pénzügyi tudatosság elmélyítéséhez. Nekem is minden egyes alkalommal egy írásban kiadott tájékoztatásnak kevesebb hányada fog helyt, kevesebb információ rögzül az ügyfélben, mint amikor személyesen van módom átadni azt a tudást, aminek a tanácsadási tartalmáért az ellenértéket kapom. Úgyhogy én ezt szeretném ebben kiemelni, hogy bár egy elidegenedő környezetben mozgunk jelenleg, sokan az otthonunkból bekapcsolódva ebbe az értekezletbe, a személyesség az távol lévők között is megteremthető, és ennek a pénzügyi tudatosságban én látom a jelentőségét. Köszönöm szépen. Barta Lajost is szeretném megkérdezni, hogy az infrastruktúra folyamatos fejlesztése mellett és a bankműveletek, a banki szolgáltatások kiszélesedése mellett is látható, hogy ez tudatosan az emberek tanulnak, pénzügyi attitűdöt fejlesztenek, vagy itt gondok látszódnak esetleg a társadalomban? Hát én nem vagyok társadalomkutató, úgyhogy nem tudom, hogy ott mi zajlik. Csak a saját kapcsolatrendszereimen keresztül nézem. Én a Csányi Péterrel nagyon egyetértek, hogy ahogy mi kezeljük a pénzügyeinket, a gyerekeink is úgy kezelik a pénzügyeinket. Tehát a fiatalabb generáció hasonlóképpen gondolkodik. Ahogy meg mi kezeljük, vagy a kicsit tőlünk idősebbek kezelik a pénzügyeket, arra nagy hatással volt az, hogy 1990-ig Magyarországon nem volt bankrendszer tulajdonképpen, nem volt tőkepiac, nem voltak befektetési szolgáltatások, tehát nem is nagyon honnan lett volna tapasztalata az embereknek, hogy hogyan kell pénzügyileg kulturáltan viselkedni. Tehát azért egy elég nagy handicappel indult mondjuk Magyarország, illetve más keleti államok is ebből a szempontból. Tehát nem véletlen, hogy rosszabbul állunk ezekben a mutatókban, és próbáljuk ezeket a hátrányokat ledolgozni. Nekünk is vannak kutatásaink. Én azért azt látom, és ez is azt erősíti, amit már elhangzott itt, hogy lehet, hogy digitalizáltságban a mai fiatalok folyamatosan rá vannak kattanva a kütyűikre, de amikor pénzügyi döntést kell hozni, akkor azt csinálják, amit a szüleiktől láttak. Tehát nagy részük ugyanúgy elmegy sárga csekkel befizetni, amit be kell fizetni, vagy készpénzben tranzaktál. Emiatt aztán nem is véletlen, hogy a Nemzeti Bank része nagyon sok ilyen ügyfél, tájékoztató, oktató tevékenységnek a pénzirányítő alapítványon keresztül és saját maga is. De mi azt látjuk, hogy ahova érdemes befektetni, az egyértelműen a középiskolás, egyetemista és a felső tagozatos korosztály, ezért tankönyvekkel, tananyaggal támogatjuk az oktatást, és ebbe hiszünk, hogy ez be fog épülni.
De mint ahogy általában az oktatás, ez nem egy egyéves folyamat, eznek idő kell, amíg ez át fog menni majd a gyerekeknek a gondolkodásába, és akkor mondjuk 10-15-20 év múlva az akkori magyar középkorosztály már valószínűleg egy viszonylag jól pénzügyileg képzett korosztály lesz. Ez így van, én is egyetértek ezzel, köszönöm szépen. Selmeci Kovács Zsoltot is szeretném megkérdezni. Még nem hallunk. Szóval az előttem szólókat nagyon szívesen ismételgetni, mert nagyon maximálisan egyetértek velük, de ezt nem teszem. Még egy aspektust tennék hozzá, ami szerintem nagyon sokat löghet ezen. Ez az állami szabályozás, ami ezt ilyen irányba tudná terelni. Akár mondjuk a szociális ellátások, akár a nyugdíjrendszer, mondjuk egy felmenő rendszerben történő elektronikus kötelezővé tétele, akár a szabályozási környezetnek a még jobban segítő része, az mind-mind nagy hatás lenne arra, hogy az emberek a digitális pénzügyeket használják. Tehát hogy én is azt gondolom, hogy tehát az államnak is van még ebben bőven szerepe, és a másik az oktatás. És én még egy picit korábban elkezdeném, tehát látom azt, hogy általános iskolában is már bőven van, hiszen nem mindenki tanul általános iskola után tovább, de hogy lehet, hogy egy negyedik féléves kémia helyett én már oda is beraknék azért egy pénzügyi ismereteket, hogy legalább minimális szinten legyen fogalmunk arról, hogy mi az, hogy pénzforgalom, milyen módon lehet fizetni, mi az, hogy hitel és egyéb minden más, ami a pénzügyi kultúrához hozzátartozik. Szóval nagyon röviden én ennyit szerettem volna csak, tehát hogy állami téren is látok még az állami szabályozásban tudni ezzel lendíteni, más még az edukáció, és egyébként talán nem állunk ezen a szinten, tehát hogy vannak gyermekeim középiskolában, általános iskolai szinten is, illetve beszéltem egyetemistákkal is, és nem, sajnos nincsen jelenleg a közoktatásban olyan szintű információ átadás, ami mindenkire így ráragadna, és nagy mértékben segíteni azt, hogy pénzügyileg tudatosabbak legyünk. De azt kell mondanom, hogy ebben leginkább nekünk is van szerepünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank is támogatja, a Bankszövetség is, mi is, a bankok is ezt az edukációt, azt gondolom, hogy nem csak az iskolában, hanem azon kívül is bőven van tere, közösségi platformokon. Nem olyan régen viszonylag magas beosztásban lévő állami tisztviselőnél is beszélgettem, és hogy mondjuk másodlagos számla azonosítóra lehet utalni, arról nem is hallott még, tehát hogy igenis mindenféle csatornán ezeket a lehetőségeket, ezeknek a lehetőségeknek a biztonságos mi voltáról, arról minél több információt kell eljuttatni mindenkihez. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek azzal, hogy még korábban lehetne kezdeni, nem csak egyetemen, nem csak középiskolában, még annál is korábban el kellene kezdeni a pénzügyi tudatosságnak a fejlesztését. Az egyik nagy kedvencem, én több országnak az oktatási rendszerét is feltérképeztem saját ismerősi kapcsolati körömben, és az egyik nagy kedvencem valóban például Szingapúr, ahol már óvodáskortól, persze nem azt tanítják meg, hogy most mi az a bankbetét, vagy mi az, hogy bankkártya, vagy hitel, de az alappénzügyi tudatosság, az alapfogalmak, az összefüggések, minek milyen értéke van, amit elköltünk, azért munkát kell adni, meg kell keresni hosszabb, rövidebb távoknak a költéseiben. Már van egy olyan hozzáállása a kicsiknek is, tehát nem a fiataloknak, a tényleg az egészen kicsi óvodáskorúaknak is, amiben tudják azt, hogy meg kell dolgozni, meg kell küzdeni, sőt, meg kell indokolni azt, hogy ők valamit szeretnének megszerezni maguknak, és a szüleiktől kérnek valamit. Tehát itt több oldalról megközelítve az oktatásban minél előbb el kell kezdeni ezt. Ugye Magyarországon én úgy gondolom a többi országgal összehasonlítva nagyon jól állunk, hiszen középiskolában egyre terjedőbben van az a kezdeményezés, amit
ebben a körben, ahogy mi beszélgetünk, nem is kell nagyon bemutatni, viszont a hallgatóságunknak igen, hiszen a beszélgetők, panelbeszélgetők körében mindenki amellé állt, hogy karitatíve, ugye a Fintelligence Központ megalapítása során pénzügyi kultúra fejlesztést és az oktatást középiskolai szinten felvállaljuk, és minden évben rendszeresen megyünk is oktatni középiskolákhoz, illetve egyetemekre. Tehát ez a kezdeményezés megvan, egyre szélesedik a kör, de még szélesíteni kell, és hát nem utolsó sorban Pál Zsolt kollégámat szeretném megszólítani ebben a kérdésben, hiszen a Fintelligence pénzügyi kultúra központnak az igazgatójaként azt hiszem, hogy a legjobb lezárást te fogod tudni adni nekünk. Köszönöm szépen. Ezt a maradék 5%-ot elmondtad, amit a előbb szólaló kollégák nem mondtak el, és én szerettem volna, úgyhogy nagyon sok mondani való már nem lesz. Sőt, igazából már Ági szinte mindent elmondott, amit szerettem volna. Én két dologgal szeretném kiegészíteni. Az egyik, hogy mi, mint Fintelligence Központ úgy gondoljuk, hogy érdemes azért egy kicsit feljebb is lőni a korosztályok megcélzásával, hiszen pont emiatt, hogy amilyen családból jön a gyerek, azokat az attitűdöket fogja magával hozni, mert mi tervezünk olyan programokat, amik egy kicsit legalább a fiatal felnőtteket, vagy ilyen egyetemista korosztály fölé lőnek, akik éppen most majd várhatóan gyereket vállalnak. A másik gondolat, amit pedig hozzá szerettem volna fűzni itt a digitális technológiákra való felkészültség kapcsán, hogy azért attól, hogy nagyon sokan használják ezeket a technológiákat, szinte mindenkinek van okostelefonja, attól szerintem még van egy olyan réteg, amelyik használja ezt, de nem túl tudatosan. És kicsit az idei pénzhétnek a témáját tovább vive, mi nagyon fontosnak tartjuk a digitális biztonság részét ennek a dolognak, hogy ezeket a digitális technológiákat nagyon tudatosan használják az emberek. Persze ehhez a pénzügyi tudás is szükséges ezekben az esetekben, de mi erre is szeretnénk hangsúlyt helyezni. És igazából ezen kívül pedig csak azt szeretném elmondani, hogy a Fintelligence Központként a Bankszövetséggel együttműködve és a itt is jelenlévő támogatóinkkal és azok képviselőivel együttműködve mi is ebbe az irányba megyünk és igyekszünk részt venni ezekben a kezdeményezésekben. És most akkor én veszem el kicsit Évának a kenyerét, mint ennek a beszélgetésnek a társszervezője, nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt volt, és bízom benne, hogy lesz még hasonlóra lehetőség, mert amellett, hogy az edukáció fontos, amellett szerintem fontos megbeszélni is ezeket a témákat így szakmai körben. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Én is nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, a támogatást, hogy létrejöhetett ez a rendkívül értékes beszélgetés, mert nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznünk, pontosan azért, mert más pályán változnak a digitális attitűdök, máshogy halad a pénzügyi kultúra és a pénzügyi ismereteknek a fejlesztése. Úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm a panelbeszélgetéseinknek a résztvevőit és az értékes hozzájárulásokat az adott témakörökhöz. A hallgatóság köréből jött megjegyzés Veres Pál kollégámtól, aki ugye kurzust vezet a Corvinuson, személyes pénzügyek területén, és ő is azt mondta el, illetve írta le, hogy mennyire fontos az, hogy a hallgató visszajelzéseire figyeljünk. Nagyon sok személyes hallgatói visszajelzést kapunk az önértékelések során, mi ezeket látjuk, és az az igazi visszajelzés, vagy az az igazi érték, hogy kérnek segítséget, mernek segítséget kérni, mernek új ismereteket, vagy ismeretek felé irányítani bennünket, oktatókat is. Tehát nem csak a szakma kihívás előtt, hanem mi oktatók is kihívjuk. Előtt állunk, mert legalább a hallgatóknak az érdeklődése megvan, és az igénye arra, hogy megtanulják ezeket a legújabb gazdasági, szabályozási, infrastruktúrális, digitális háttéri információkat. Ugye hát nálunk is BSC, MSC, tehát alapképzés, mesterképzési szinten, illetve most már szakmai kollégáknak is ugye a Fintech Manager képzésünk rendelkezésre áll, de ezt kiegészítően, aki nem egyetemi szinten szeretne bekapcsolódni, pont ezért hoztuk létre az MKT-nek a Fintech és pénzügyi kultúra szakosztályát, hogy ilyen igazán értékes beszélgetésekkel és a
avatottabb szakmai körrel tudjunk beszélni arról, ami kritikus, ami problémás, ami kockázatos, illetve ami előremutató. Úgyhogy én szeretném megköszönni és feltenni a kérdést, igaz, hogy túléptünk már minden időhatárt, de ha van megjegyzése, kérdése a hallgatóságnak, akkor vagy itt, vagy a későbbiekben, ugye az MKT-n keresztül én továbbítani fogom ezeket, hogyha érkezik most valamilyen jelzés. Úgy látom, hogy akkor több írásban és most jelzésként nem érkezett, úgyhogy még egyszer nagyon szépen megköszönöm a hallgatóknak a részvételét, illetve szeretném megköszönni a jelenlévő panelbeszélgetésben jelenlévő kollégáknak is a türelmét és a támogatását, hogy tudtunk ezekről a kérdésekről beszélni. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép hétvégét, és kellemes ünnepeket, és előremutató jövőt szeretnék kívánni, hiszen addig már újabb MKT beszélgetésünk nem lesz ebben az évben. Köszönöm szépen még egyszer!